Na, üdvözlök mindenkit, sziasztok! Szép délutánt kívánok így március 18-án 3 órakor mindenkinek. A YouTube megszívott engem. Nye. Hogy vagytok ma, srácok? Még gyorsan tovább osztjuk, és akkor kezdjük is. Azt írja, hogy offline a közvetítés, szupi. Idézőjeles irónia nyilván. Na most már talán jó. Remélem nem offline-ba vagyunk. Ki lesz az első bátor beköszönő, gyerekek? Ez itt a kérdés. Zsombi, köszönöm a 12 hónapot! Zsombi, köszönöm az egy évet! Hogy vagy mostanában? Mesélj egy picit! Üdvözöllek, szép délutánt kívánok neked! Ki is teszem Instára, és már indítjuk is a játékot. Eközben ugye tudunk beszélgetni, srácok, mert van sok rész, ahol meg tudok állni, úgyhogy hogy telt a hosszú hétvége, ez mindenkitől, mindenkinek megy a kérdés. Aztán mindjárt nézem, kik érkeztek, még csak Zsombi köszönt először. TikTokon pedig a Néma Leventék voltak, már voltak 18-an, és nem köszönt senki. Szoború. Ösztönözni kell a népet, gyerekek, a kultúrára. Arra, hogy tudjunk köszönni és beszélgetni. Na jó, nyilván részben irónia is. Na. Kiküldve, ha minden igaz. Jó. Rosszul, az nem túl jó. Kiteszem még a csetet, hogy lássam. Oké. Okay. Legalább megnyugtató zene szól. Ok. Na! Azt hiszem, hogy akkor bele is fogunk csapni. Indulhatunk. Reméljük, Zsombi, hogy jobb lesz a kedved és a napod majd ezek után. Jobban alakul a hétfő. Hétfő van, néha én már azt se tudom amúgy milyen napunk van. Komolyan mondom. De most meggyőzöm magamat róla, hogy mégiscsak hétfő van. Ezt átvesszük nyilván. 90 jel, de ugye ott hagytuk abba, hogy bejutottunk erre a részre, és itt nagyon katyvasz dolgok voltak, azért is adtam amúgy ezt címnek, mert hogy itt ilyen mozgó órák, ilyen nem tudom, kicsit nekem ilyen Alice Csodaországba vibe volt az egész feeling, ami ilyen creepy is egybe, meg nem tudom, hogy fogalmazzam meg, de a maga módján tetszik. Tehát ez a tipikusan annyira furcsa, hogy már meg tudom szokni, hogy jó is lehet akár. Szia, mikor lesz Palvörd? Mikor leszek, mert nem szoktam válaszolni, Lázár, hogyha megcsapatod, van egy ilyen feliratkozás itt jobb oldalt, 1300 forintos feliratkozás TikTokon, akkor jár a heti live menetrend. Ha pedig bekövetsz Instagramon, azon láthatod egy nappal előtte, vagy aznap. De YouTube-on is, hogyha tag leszel, akkor nyilván ahhoz is ugyanúgy jár. Meg hát ugye nem minden játék van minden héten, azt azért tartsátok fejbe, hogy sok játékkal játszok. Na. Na, mindjárt 200 feliratkozód van, így tovább, hajrá, hajrá. Mi is voltunk azon a szinten, emlékszem, nagyon sokáig volt 180 feliratkozónk.
Aztán utána szépen bepörgött. De ez ilyen időszakos, de alapvetően ne csak a feliratkozóért csinál, tényleg, hanem az csak legyen ilyen velejárója, mert azok jönnek-mennek. Tehát olyan majdnem, hogy mindenkinél is volt. Szia Áron! Hogy telt a hosszú hétvége, mi zuhan? Itt hagytuk abba, hogy ide megérkeztünk a zenés részre, és most visszük tovább a főquestet. Ilyen fesztiválszerűen hagytuk abba. Úgy látom, itt éppen valami celebek koncerteznek. Hát legalábbis ilyen a hangszerek játszanak magukba, de így annyi történik. De maga a hangulat az tetszett már akkor is. Régebben volt 650, csak letöröltem a csatim. Hát ez ilyen, változnak az emberek, lehet régebben jobb fej voltál. Mindig kell keresni, hogy mi lehetett az okozója. Én is tudom, hogy van, aki engem régebben jobban szeretett, van, aki most szeret jobban. Ez változó, ahogy telik a világ, és ahogy telnek a napok és a hetek, hónapok. Nekem is volt olyan, mikor nagyon arcoskodtam, akkor nagyon sokat vesztettem, sok feliratkozót. Volt időszak, mikor majdnem 100 embert. Ez ilyen. Azokat kell mindig megbecsülni, és akkor egy ilyen pozitív kimenetele legyen a beszélgetésnek. Mindig azokat kell megbecsülni, akik éppen vannak és szeretnek és támogatnak. Ha nem fasságba támogatnak, hanem tényleg real, normális dolgokba. Jaj, token van, tokenem? Hát akkor szerencsejátékozzunk. És akkor ezt megkapom? Jó, hogy a háromból az egyet. Hát ez így annyira nem feltétlen megérős. Nézzük meg a többi játékgépet is. Ennél áll az úriember, ennél áll a hölgy. Tehát gyakorlatilag csak ebbe tudok játszani. Egy ilyen aranyrúdasat azt úgy kipörgetnék, de azt nem engedi még. Dobjunk be még egy tokent. Na, most van rá esély. Ott az aranyrúd, mondjuk nem tudom minek örülök, hogy miért jó nekem ez, de... Még egyet pörgetünk. Hát nem olyan, mintha Stumble Guys-ba pörgetsz, azt azért megjegyzem. A dupla arany kijött. Nem tudom, hogy amúgy, hogy miért jó, hogy ennyi tokent kaptunk. Ezeket ugye gyakorlatilag így gyűjtöttük, egy ruhát adjál, vagy kalapot. Hát, kösz a semmit. Jó, ezt még majd pörgetgessük. Ja nem, tizet el kell használjak, de várjál, várjál, van másik játékgép is, Dave, miért vagy ilyen hülye? Tehát itt is van, meg ilyen is, ezt nem lehet. De a kéket miért nem lehet? Szomorú. De ebbe is ugyanazok a jutalmak, úgyhogy igazából megcsinálhattuk volna ugyanott is. Ha TikTokon valaki itt van, az nyomja a lájkokat, köszönöm, és YouTube-on pedig egyszer fejeljük meg a lájkot, srácok. Na, mi baj, hogy a fagyi lesz? Hoppá! Nem a fagyi, de volt valami pénzbejátszás. Na, kalap. Jó, ruha, az is jó. Nézzünk körbe, mert eléggé nagy a hely. Ez is azzal működik? Aha, ó, ho. Ott a labdákat húzzuk ki. Kaja. Hát pont nem azt akartam, ugye a felsők érnek sokat. És kigurul a golyó, beszarsz. Jó, az egy ilyen mini vidám park jellegű hely. Mutasd a lootot. Jó, ezt nagyon jól megcsinálták ilyen szórakoztató animációban. Lehet, hogy nem kellett volna mindet bedobálnom egy játékgépbe. Nyomjunk még egyet itt. Ja, hogy ez kettőbe kerül, most nézem. Legyen az első. Nem jó, csak a kajás dobta. Ott jön a golyó. És így el is költöttük a coinokat. Jó, páncélos kaját kaptunk. Én azt mondom, nézzünk szét, mert gondoltam, hogy vannak ládák.
ő itt fotózza a gépet, érthető, sose látott ilyen szép gépet. Itt a popcornos, kicsit vízhangzik, de a miénk. Azt is széttörjük. Ott a ládikó. Nagyon jó. Mehetünk tovább. Ő ad nekem coint, várjál. Vagy nem? Dansi szivárványt hány, azt csak úgy látjátok? Csak úgy mondom. Ah, hogy itt tudunk tokent venni, gyerekek, hát... Ja, csak tizet engedett egyszerre. Ok. De mint hogyha sokat hallgatnánk zenét, de ha már itt vagyunk, akkor megvesszük. Nézd meg a szivárvány hányást. Beszarsz. De akkor ezt még pörgessük ki. Ha már ott talál, ott is ott van fönt, ha már ide bejutottunk. Én azt mondom. Itt kéne egy nagyobbat nyitni nyilván. Szia Nina! Mi újság? Hogy telt a hosszú hétvége és a mai napod? Aha, lett 12 tokenünk. Akkor szerencsejátékozunk. Na végre nem a kajás, hanem a big prize. Nekem most ez így chilles, úgyhogy tudunk kommunikálni közben. Most gyakorlatilag csak gömböket fogunk nyitni. Oké, kaptunk három ilyen cuccot. Ez az event amúgy nagyon fun. Köszönöm szépen, Hyoriken Type, thank you. Azt hittem megáll az egy, de haladunk, ez már super big prize. Ez már nagyon jó ajándék is lehet. Remélhetőleg. Igazából hétfőre, mivel hétfő az mindig olyan kis chilles, ott tényleg a hétfő a streamer és maguk minden szempontból a legrosszabb nap a héten, amikor kevesen tudunk még lenni. Azért gondoltam valami olyan játékot, ami kis chilles, el vagyunk, stb. Stb. Üdvözlétem, szia, akkor ezek szerint magyar vagy. Te is játszol a játékkal esetleg? Majd másik héten pedig jön a Genshin is újra. Csak ezzel, mivel telón is tudom játszani, nagyon el tudok lenni. Hogyha úgy van. Hát ez oké. Na, helyes. Én most kihagytam fél évet, mert a sztoriba utol voltam érve, tehát nem volt nagyon frissítés, és szüneteltettük. Most a múltkori live-ba jöttünk be ide, hogy lett ez a terület. Aztán mondom, most egy picit játsszuk tovább. YouTube-on visszanézhetőek a live-ok. És neked ki a fő csapatod? Nekem messze nem húg, csak őt használtam valamihez, amihez tüzes karakter kellett. És akkor még van két tokenem. Azt hittem beadja a legfelsőt, de nem akarja adni. Én is, mióta Penacoin bejött, azóta játszok újra. Na! Hát kellett valami kis felújítás bele, azt aláírom. Én is így voltam vele. Mert konkrétan tényleg mindent végigvittünk, szépen végigmentünk, és gyakorlatilag sok nézőm azért is hagyta abba, mert hogy ők is eljutottak addig, hogy a fősztori végére értek, és hogy csak ugyanazt tudják nap mint nap csinálni. A karakterek fejlesztését lényegében. Szia Krisztina! Mi újság, milyen napod volt? Tőled nem kérdem meg, hogy telt a hosszú hétvége, mert veled kommunikáltam.
Jó, hát nem mondhatni, hogy a legjobbakat nyitottuk, de mehetünk tovább. Mondjuk, hogyha harc lenne, akkor lehet, hogy érdemesebb lenne behoznom mást. Na, ez mondjuk közben megvan. Ezt is vegyük ki. Ezt még mindig nem engedi. Na, ezt már, ez most felnyitott ezt a káoszost. Jó. Várjál, csapatot akartam módosítani, pont. Team setup. Hook helyett én őt szoktam. Hát, vagy változó. Személy szerint ezt tartom legérdekesebb helynek, ez a kedvenc helyem. A design, az egész itt lét, stb. Nekem is nagyon tetszik. Ilyen Alice csodaországba összegyúrva a Balvörd. Vagy Balamworld, volt egy ilyen játék, ilyen cirkuszos. Na, akkor már neked jó pihenés. Neked ma volt pihenés? Volt, szigorúan volt. Hazajöttem reggel 7-kor, hát jó, nem 7-kor, mert 8-ra értem haza a munkából. És egy jó 3 órát aludtam. Úgyhogy volt. Mindenképpen, természetesen. Igyekeztem. Úgy voltam vele, hogy minden mást holnap meg tudok csinálni. Ma akartam kitenni a találkozós videót is, ugye a előszületésnapos találkozós videót, de mondom, holnap, holnap, holnapra meghagyom. Vagy hogy holnap felveszem és szerdán kiteszem, mert muszáj voltam aludni egyet. Lezuhanyoztam, helyesbítek, fürödtem, mert eltört a zuhany rózsának a csöve. Úgyhogy majd venni kell új zuhanyt. Mindig van valami, tudod, ami épp elromlik és cserélendő. Mondjuk egy éve cseréltük, úgyhogy relatíve jó. Jól bírta. Hát annyit is ér. És neked milyen volt a mai napod? Meg közben visszanéztem egy podcastet, meg sorozatoztam, amíg fürödtem. Úgyhogy aránylag mondanám, hogy feltöltöttem, de majd be kell mennem Jana elé, mert ma kaptunk csomagot, és nehéz, és el kell érte menjek. Segítek neki hazahozni. Úgyhogy ma úgy időzítem a live zárás, hogy még be tudjak érni hozzá, amikor zár a munkahelyen. Azért is kezdtem kicsit hamarabb most, mint terveztem, mert 4-re volt tervezve, de mondom, elkezdem inkább már most. Na! Nézz oda! Ő hogy került most ide? A jó öreg barátunk, Sampon. Köszönöm szépen a lájkokat, nagyon szuperek vagytok, toljuk fel legalább egy ilyen 5000-ig vagy 10-ig. Ennyi mindent nem csináltam, ezért nem volt rossz nap a munkában, csak egy hét kihagyás alatt voltak. Ja, értem, hogy most sok munka volt, és itt volt mit csinálni. Gamer, világ Naruto, kacsa, cica, szia, szia, hogy vagy, hogy telt a hosszú hétvége? Mi újság van? Meg mindenkit üdvözlök közben, hogyha valakinek tetszik a tartalom, vagy szimpatikus vagyok, nyomjon egy követést, nem sokára elérjük a 12 000-et TikTokon, YouTube-on pedig 8000 felé haladunk, beírjátok, hogy Mongufta Family, nyomtok egy feliratkozást, hálásan köszönöm, hogyha van egy elfekvő coinotok, akkor a szívlejengemre nyomjátok, azt is köszönöm, mert gyűjtjük, illetve van rózsaélő cél, meg van egy feliratkozásunk TikTokon, YouTube-on pedig Superchat, Supermatica tagság és tagság ajándék. Ez volt a reklám. Igen. Úgy alapvetően is többen TikTokoznak, mint YouTuboznak, már lassan átveszi az egyik helye a másikat. Már nem csak nálam, hanem úgy átlagosan mondom. Még itt kicsit körbenézek, mert mintha itt lenne láda. Ott is van. Megérzés, hallod? Megérzés. Meg van ilyen kis zöld bigyó, pont eltűnt, amit tudtok nyomni, várjatok, jött egy SMS-em. Oké. Mi a game neve? Honkai Starrail. Starrail. Elvileg kiírja a TikTok is, de hogyha YouTube-on megnézed, akkor ott is láthatod. Storys játék, olyan, mint a Genshin, csak más a harcmechanika, mert körökre osztott, más a design egy picit. Van telóra, igen, és ingyenes. Igen. Én is telefonon szoktam nagyon sokat farmolgatni. Itt live-ba pedig nem farmolunk, hanem általában nézelődünk, nézzük a sztorit, meg ilyenek. Telefonálunk.
Úgyhogy például, amikor volt benne egy ilyen könyvtáros update, a könyvtár kiépítését azt én full teljesen telefonon toltam, mert live-ban én ezt nem tartottam izgalmasnak, viszont én önmagam nagyon élveztem. De live-ban szerintem uncsi lett volna. De az, hogy kiépítettük az egész könyvtárat, szobrokat szedtünk össze, közben betölt, na jó, nem. Daloló pizza plakát. Boom, mondom boom. Ezt tudom, hogy ki lehet ütni. Töltsed nyugodtan, ha tetszik. Nyugodtan. Meg be tudtok jelölni, de itt annyi, csak hogy tudjátok használni a kitett karakteremet. Tehát a közös játék se úgy közös. Köszönöm, hogy már 1600 like van, de például... várjál, ez eddig mi? Ez eddig is itt volt? Ja, igen, ezt már múltkor elkezdtük, tényleg. Ide gyűjteni kellett ilyen matricákat. Aha. Ja, és akkor így le lehet ide is ugyanúgy helyezgetni. Jó, ez múltkor is volt. Coinról. Hát igazából itt ilyen képeslap jellegűt fogsz csinálni. A pénz! Gyerekek, így jöjjön a donate a live-ba. Így, ilyen nagy kötekbe. Teljes mértékbe. Meg az aranytiket is így jöjjön. Ez nem a Willy Wonkás, de hasonló. Golyó, ok. Kész vagyok. Ide is van valami. Úha. Egy ilyen szép plakát. Ki is cseréljük a mögötte levőt. Igen. Van egy ilyen kis könyvecske. És van egy ilyen filmtekercs is. Itt a mozinál. Aha. És itt is van valami. Ide csak mindent behánytam. Ezt is behányjuk. Tökéletes. Valakinek nagyon cseszi a riasztóját a szél, vagy én nem tudom. Ott van egy kis sárkány. Itt mit üzletelnek az úri emberek, nem tudjuk meg. Viszont valamit a golyókkal kell, várjál. Ó, hogy ezzel fogunk tudni közlekedni. Aha! Jó, így már értem. Tehát különböző részekig elrak. Várjál. És ez jó volt, hogy én itt elforgattam? Aha. Be kell álligatni, hogy jó irányba vigyen át. Oké. És nekem ezt oda kéne a végén? Á, megvan. Aha, ez ilyen kis logikai játék volt. És akkor space. Jó, ez ilyen nagyon vidám parkos rész, tetszik. Megértem, hogy neked is ez a kedvenced. Aki írta. Hoppá, ezeket fel kell újítani. Jaj, te jó ég! Jaj. Igen, nagyon sok ilyen mini játék van benne. Hú, 200 IQ, várjál. Ha? És akkor ez én vagyok? Ez még így nem jó. Ez tuti nem jó. Ja, hogy így látom a tükörrel. Aha. Hát itt már el tud menni. Hogy indul el a kari? Valahogy a blokkokat ezt teljesen lehet állítani, azt látom. Ez így jónak tűnne. Hát így. Vagy nem. Azt hogy veszi fel? Á, megvan. Aha. És így. De hogy így nyitottam el, azt nem tudom. Ne húzzam teljesen végig.
Igen. De mit ne húzzak végig? Hát itt nincs semmi ott. Á, megvan. Ez a tipik nehezebb irányítani, mint megtervezni magát az utat. És akkor ez egy láda. Ó, oké. Jó, egész szép jutalmat ad. Érdemes megcsinálni ezeket. Itt is itt egy láda. És mi van itt még fent? Csak egy olvasmány, arra nem tudunk elmenni. Ide nem engednek be. De köszönöm a tippet. Hát akkor innen mehetünk is vissza. És akkor nyilván be kell mennünk a másikba is. Várj, előtte ott van valami. Dújság. Azt széttörjük. Arra nem látok semmit. Jó. Na, rakjuk össze itt is a pályát. Igen. Mert ez gyors volt. Ez elsőre. Meg lett, egyből ott lesz egy láda, itt egy törnivaló dino. Aha. Azt mondom, nézzünk először szét fönt. Ez mit ugrál itt? Na, tudunk nála venni három ilyet. Meg öt ilyet. Oké. Ott is egy könyv. Azt a de szép. Azt hittem ládát láttam, de nem. Mi autók? Egy medve. De cuki. Kaptunk egy About Life. Jó, nagyon szép. Oké. Nagyon nagy ez a világ. Sparky van bent. Lemaradtam? Mindjárt megnézem egy kis pillanat. Volt banner csere? Ja, rá! Aha. Hát, nyomtam rá, mert múltkor úgy voltam vele, hogy nem rossz, csak nem tudom, ki lesz a következő. Itt ezt az egyet mindenképp előjük. Szia, amúgy. Vagy még nem lehet tudni, hogy ki lesz a következő? Szia, John, Mizu. Még kettő kellene, hogy 10 legyen. Oda majd be kell menjünk. Rendben, köszönöm Krisztina, meg köszönöm, hogyha nézitek YouTube-on is, már a nézési időt az feltápolja. Az most kell, hogy ennyi napig nem voltam live-ban, meg ilyenek. Aha, tehát ez ott lent van az, akihez jövünk, de azt hittem ott fent volt. Na, akkor jó pihenés majd. Ja nem, itt csak láda van, aha. Nagyon nagy ez az egész hely, tetszik.
Megnézem, mennyit tudok még beváltani innen. 10-est rányomhatunk, miért is ne? Köszönöm, Krisztina. Ott van, gyerekek! Shatternek köszönöm szépen. Meghozta a szerencsét, meg ti is. Meg is lettünk. Következőre gyűjtögetünk. Köszönöm szépen. Hát, ő is ilyen support karakter volt, de mondta... Oh, te ki vagy? Hanya! Azt hiszem, Hanya nem volt múltkor, vagy volt, majd kiderül. És még egy shampoo, ez nagyon szép 10-es volt, gyerekek. Konkrétan 3. Ami azt jelenti... Szia, Edi! Látod, most jól köszöntem. Shampoo maxos? Igen, kimaxoltuk sampót. Ez nem egy utolsó dolog. Na. Akreonra gyűjtesz, bocsánat, ha nem jól olvasom ki. Na, őt kaptuk most meg. Valamit automatán ekvipeljünk. Automatán nem tudunk, de mindegy. Adunk neki egy ilyet. Most még úgyse fogjuk egyből használni. És ő se volt. Mondjuk egy izéig felhúzzuk azért. 20-ig. Mindenképp így kapunk egy ilyet. Őt is fellevelappoljuk 20-ig. Igen. Edi, rég voltál a csatin, nézz szét YouTube-on, most volt Genshin 2-szer is. Az elmúlt hetekben. Azért mondom, hogy kicsit drasztikus a kérdés így hozzá. De tényleg most volt. Igen. YouTube-on vissza is tudod nézni őket majd, akár délután vagy este. De amúgy lesz. Ja, akkor csak beléptem a napi egy bejelentkezésé, hogy megkapjam a izét. Wishhez való cuccot. Azért utasítottalak el olyankor, csak fellépek. Rendben, de inkább live-okba szoktam játszani vele. Úgyhogy majd gyere. Ugyanilyen tájba lesz a Genshin is, ha lesz. Tagok látják ugye a live menetrendet, hogyha úgy van, megcsapatod a 199 forintos YouTube-on, vagy itt, akkor láthatod majd mikor lesz, de azért annyit lesúgok neked, hogy nem a héten, hanem valószínű jövő hetibe lesz. Na, akkor nézzünk be most már oda, hogy ott mi lesz. Ja igen, másik irány. De kedves tőled, kell is a segítség, mert írtó gyenge vagyok, csak a Noellem, ami ér valamit. Meg sztorikba is ott el vagyok maradva, hogyha azokat csinálgattam most, meg fogom is még. Ó, jobbulást. Igen, nyomjuk a lájkot, aki ott van, köszönöm szépen. Hát jobbulást, Edi. Mindenképp. De az is segít, hogyha kilőjük a rózsai élő célt. Az is forjúba tudja dobni. Én sokára érek haza, találkozom barátokkal. Aszta! De hát az tök jó. Most olvastam csak a YouTube-on írt chat rész, bocsánat. Jó és az, amikor az ember kicsit ki tud kapcsolni. Hú, mennyi mindent adott ez. Na, nézzünk egy kis fekete-fehér sztoris tévét. Ott a rabló úr, az ilyen mafiózó.
megyek nekem, még sikert kinyitni Rédent, meg Jójamit, és nagyon örülök. Na, örülök neki, így már tudok segíteni, mert már lettek jó karjaim. Na, mi lett a top 4-ed? Azt kérdezem. Köszönöm szépen a reklámot, Krisztina, így van. Nem is tudtam, hogy van YouTube-od. Ú, hát hallod, van! Az a fő, a TikTok az csak mellékes, bár van, ami meg ilyen TikTok exkluzív. Írd be YouTube-ra, hogy Mongufta Family, és rengeteg mindent találsz. Játék végigjátszásokat, van olyan live, ami YouTube exkluzív, például a Goose Goose-dák és az Among Us, az nincsen TikTokon, csak YouTube-on. TikTokon meg főleg a Stumble Guys, ami ilyen exkluzív. Illetve a Nintendo Switch-es játékok sincsenek, mert nem tudom összekapcsoltatni a TikTokkal, úgyhogy egyelőre az összes Nintendo Switch-es Pokémon, meg majd lesz Super Mario, meg minden, azok is YouTube exkluzívak jelenleg. Meg ha éppen nem live-olok, nézzetek vissza tartalmakat, több videó felkerül oda, úgyhogy érdemes. Még mindig elfelejtem, hogy szólíthatlak téged, XK13, de mondd azt, hogy nevet megpróbálom megtanulni majd. Ganyu, Jelán, Raiden és Jóiman, Nilu és Szia volt. Nilu azt hiszem nekem nem jött haza, pedig próbálkoztam. Szabi, köszönöm a 13 hónapot! Na, ma ilyenek vannak. Egy éves támogató, 13 hónap. Már megint eltelt egy hónap, Szabi, hát még most lettél egy éves támogatóm. Nézd meg, ki jött a tévéből! És egyből lett színe, csak úgy mondom. Amúgy mi nagy már? Mondom, ez annyira tetszik, kicsit ilyen, még megvan, Cuphead feelingje is van ennek a területnek. Azt kerestem én azt. Mikor mondtam, hogy mennyi mindenre hasonlít ez a hely. Kicsit olyan Cupheades. Ha már sampót kimaxoltuk, még jó is, hogy ő jött velünk. Akik meg esetleg új nézők és bármi kérdésük van, nyugodtan mondhatnak, kérdezhettek is. Beírtad a 2.1 livestream kódokat? Mikor jöttek ki, attól függ. Szia, Villő, köszönöm szépen, jól. Te nagyon élted az előzőben ezt a misztikus dolgot, ami itt van, ez a vidám parkos. Én is élem most is. Jól vagyok, pihentem, vagy szigorúan pihentem, nem vettem fel videót, nem csináltam tartalmat, aludtam, meg sorozatot néztem, és közben elaludtam, megfürödtem. Mert múltkor váltottam be kódokat, szerintem egy jó három. Nézd már, kis genyó ördög vagyok! Mármint, hogy amúgy is az vagyok. Ehhe, na jó. Azt hitted mi? Nem perverszkedünk. Na! Most már hivatalos, igen. De király! Hű, ezt nem tudom szétverni. Várj, de mit tudok? E betűvel tudok. Ó! Oh. Mi az a kosárka? Tudok gyors futni. Aha. Na, az jó, Edi. Örülünk, hogy ti is jók vagytok. Várjál, induljunk el a kis ördöggel. Figyeld, bemászok a csatornába. Ez ijesztően hangzik, aki beszél. Csak úgy mondom. Láda! Nagyobb a láda, mint én. Miért nem tudok ugrani? Semmelyik karakter nem tud ugrani ebbe a játékba. Oké, az le van zárva. Várj, ezt hogy kéne széttörjem? De jó a zenéje amúgy. Várj, egy 200 IQ-t hogy megyek át? The Ballons. Ó, látom. TV lesz a megoldás. Beteleportálom magam! Csillagos ötös a játék. És most mehetek vissza megint kis genyóba. Azt nem tudom széttörni, várjál. Innen nem.
Akkor most újra ördög leszek. Én megvettem végül az új lovat, de őszintén nem haltam volna bele, kihagyom. Nekem is ilyen érzéseim voltak még mindig a futása miatt. Rendben, nem baj, Edi, valószínű, hogy ezt beváltottam, de köszönöm a kérdést közben amúgy. Igen. Ha vannak kódok, dobjátok egyből nekem, mint ahogy Krisztina szokta. Őt tudom kiemelni, mert nagyon sokszor ő küld nekem kód. Csirke! Gyűjtjük a csirkokat is, meg ne egyen. Nagyon agresszív a mozgása. Oké. Mit tudunk a rakétával? Amúgy ez egy külön játéknak is megállná magát, de nem. Egy ilyen kicsit tennénk bele valami ijesztő horror karaktert, és ezzel lehetne jönni-menni, ezt adnám. Mit szóltok az ötlethez? Ezt rendes élvezném, le is szarnám a sztorit meg minden, mármint azt, hogy ki ez a kis ördög, szerintem adná. Várj, itt vissza kell váltani, ja, szét kell törni, igen. Ok. Ó, ott lebegett a láda a feje fölött, és újra a kis ördög. Ó, a ládákból, vagy mivel szedték 2000 primót, az nagyon szép, vagy csak nyitogattál területeket, adj tippeket. És akkor várjál. Ez valamit fönn mutat. Lehet, hogy vissza kell változni ott már hozzá, azért értünk oda-vissza így. Ja, hogy ezt az ajtót lehet ki kell nyitni. Ha. Végén lesz kazuhád. Nem tudok visszagörgetni most. Tegnap kezdtél bele újra, a fő sztoriban megvan, megvan, láttam, bocsi, csak nem láttam elősőnek. Ja, most tesztelgeted, mik a tiltott szavak? Várjál, itt nem tud átmenni, akkor itt viszont ördögként kell menni. Vagy itt át tudtam volna futkosni a gyerekkel? Na várjál, itt jöttünk be. Mindjárt megfejtem, hogy hova megyünk. Nem is akarok tovább menni, nekem így tökéletes. Na jó, nem. És itt mutatja, hogy változzak vissza, ugye? Ott van fönt valami ládikó, várjál, ezzel nem működik. Hát de ez nem jó! Srácok, bevonlak titeket, lehet súgni, akinek van ötlete. Mert már háromszor körbe mentem. Azt mondta a Genshin neked, hogy minden karakter egy adag szar, néha én is azt érzem. Várjál, itt van egy ilyen másik teleport. Megvan! Ez nagyon jó volt, ezt élem. Ez csillagos ötös. Meg ugye az új területek, sztorik mellé is, fő sztorit is csinálom, meg Abyss. Értem, értem, Edi, hát akkor ügyes vagy, GG. Az egy lebilincselt fánk volt. Végeztem! Mondom! Egy bilincselt fánk. Vagy fánk bilincs. Ki kér fánk bilincset? 3000 like-nál járunk TikTokon. Köszönöm szépen. YouTube-on is nyomjatok egyet. Teljes hetet csak azt játszom, összeszedtem 25 vist és 4000 primót. Ügyes vagy, Edi, tényleg, le a kalappal. Ez nagyon szép teljesítmény. Mi majd most innen megyünk elvileg kifelé. Csak keresem, merre van az arra.
Várjál, bagoly, ezt nem össze kell törni. De volt ilyen is, ezeket is. Dobja, ott szórja a donétet a bagoly, nagyon jó teszi. Vegyünk példát a bagolyról. Az zárva. Ez zárva van. Nézzünk egy ilyen mini térképet. Oda kell nekünk eljutni, viszont van nekünk egy olyanunk is, hogy teleport. És akkor ide jövünk. Átfutottunk a gyereken! Mert hogy kis szintűek, meg ilyesmi, a Noellem 70-es, de most kérdezem, ilyen karakter level 40, még minek kell több. Na küldhetne nekem is tagság donétet. Ja, az automata? Hát igen, az a baj, hogy az ingyen osztogatható tagság már elfogyott. De hát ez a hónap egy ilyen kis chillesebb, gyerekek, na majd jövő hónapban a születésnapom. Eddig konkrétan a hónap támogatója Marianite Gamer Fan és Krisztina, csak őt még nem írtam bele. Bár azt hiszem már egyszer beleírtam, csak nem jelzi ki. Meg hát azon kívül rengetegen, akik apró egykoinos dolgokkal támogattak. De tény, hogy most nagy ajándékozások miatt, elmaradása miatt nincs is most meg az összes emojink, de hát ez ilyen, srácok. Én örülök annak, hogy vagytok 75-en tagok, plusz 5 a TikTokon, és én azt hálásan köszönöm. Nem lehetünk mindig 100-an, ezt szoktam mondani. Hát attól még eddig benne van az opcióban, hogy kijöhet ugyanúgy a kazuha is. Ja, ennek a szemnek gyűjtöttük össze ezeket! Ez valami fura dolog lesz. Dr. Edwardnak mindent összeszedtünk, ez a Dr. Edward ijesztő. És bedobott a tóba. Reméljük, hogy nem a szopta tóba, ugye? Fontos. Igen, nagyon szépen megfogalmazva, és így mondtam volna kb. Villő, úgyhogy igen, ez eléggé beteges, de tetszetően beteges, ha van ilyen. Mondjuk a múltkor, amikor a karakterünket átvágták, és az órából folyt a vér, az már picit sok volt. Igen. Milyen lába van annak a kukának? Ezt se hitted volna, hogy fogod mondani valaha, vagy hogy hallod? Kuka emberek! Fokozzuk még Villő! Ez az igazi szemétláda! Erre mondják azt, hogy te szemét! Ott van! Sátána! Jó, Villő megkukult. Erre és az mindenre számoltam, de erre nem. Itt nagyon-nagyon pihent, nem pihentek sokat a gyártók, és így szó szerint azt mondták neki, hogy minden szart szedjetek össze, még ha jön egy szarember, akkor én kiégek. És mit kell csinálni a sok kukával? Beszél! Nem kell megharcolni a kukákkal? Miért nem kell? Aranykuka! Kukázzunk! Dr. Edwardnak ki kell kukázni valamit. Semmelyikben nincs semmi. Dehogy nem, tényleg harcolunk velük? Mi az a bogár? Az... Lefagytam, várjál, nehéz szóhoz jutni. A büdös bogarak és a kukák harca. Adom. Ez egy valós koncepció, ez egy valós real játék. Kuka emberek. Ezért megéri játszani ezzel. Ki ne nyírjanak már, amúgy típusban nem vagyok jó ellenük, úgyhogy be kell hozni ide majd a sárga gyógyítómat, mert ez így szutyok. Ettől a látványtól kifejezetten kényelmetlenül érzem magam. Megölik a fő karakterem!
Legyőznek a kukák! Meg a bogarak. Meghajol a kuka és elmegy. Legalább tisztelet. De ez meg osztódással szaporodik. Aha, ez így nem lesz jó. Mert semmit nem érek el ezzel a támadással kb. Itt most azért fogunk küzdeni, hogy ne halljunk meg. Legalább a robotunk mindenre visszalő. Még valaki? Na, tüzeljük fel a bogarakat. Ezt a játékot pszichiátria betegekkel kéne játszani, mert hogy ez mi? Ki találta ezt ki? Na, amúgy igen. Hát ehhez képest a Genshinben fele ennyi érdekes dolgot láttam. Most már ezek ne szaporodjanak osztódással, mert esélyem nem lesz. Most végre, jó, lefagyasztott bogarat valaki, egy kis rákcsa, így délutánra, kikér. Amúgy nem tudom, hogy töltsem-e vissza a Starrealt. Én adnám, Edi, mert amúgy sztoriban nagyon adja. Tehát, hogy konkrétan, ugye mi most le vagyunk fél évvel maradva, és azt pótoljuk. Ez az egész új terület, meg minden. Meg még lesz belőle live is, csak live-on kívül is játszom eszpölök. Mert nagyon jó az automata harcrendszer, mert tudok közben pofázni, csak a healt kell nyomogassam, meg például munka közben elindítom a harcot, és közben leharcolja a dolgokat a... farmolni, mindent lehet, minden nap, ezért szeretem jobban. Ott szaporodott a retek bogár, hát de ne szaporodjál! Hát mit szexualizálod itt magad osztódással? Hát megengedtem? Hát nem engedtem meg. Genshinnek ilyen hagyományos sztoria van, de ez egy elmebeteg agya, és tényleg... De nézd meg, szét szaporodnak! Ezek most miért robbantak fel? Robbanjatok! Úgy van! Eltapostuk. Csapatcsere, mert ez így hosszú távon nekem nagyon lassú lesz. Nem cserélhetek? Fergeteges. Főkuka. Aha, három ilyet kell megszerezni. Bajba vagyok. Ó, nézd oda, arancs szemetes zsák. Én kb. Valahol 20 szintén vagyok, szóval nekem Genshin jobban tetszik sztoriba. Harcügyileg én jobban szeretem a körökre osztott dolgokat, de azért van, mert sokat stratégiai játékoztam, meg a Pokémon játékok is ilyenek. Jó, ha jót kérdezel, egyből megkapod, úgy látom. Kedves bronzkuka, jó, hogy nem ahhoz akartam beszélni. Push the door, beletúrok az élő kukába. Ez vajon megállja etikailag a helyét? Meg. Lábmodell kukák támadása. Igen. Hát figyelj, gondold át. Én személy szerint ezt jobban szeretem. Szegény kuka kiborult. Ő itt József Attila. Nyugi. Oké. Mennyi kuka van itt? Itt vannak aranyos kukák. Óriás sampon! Félnek tőle a kukák! Kuka Wars! Az új Star Wars alapja ez lesz. Szia Julcsi, mire érkezel? Bár! Sziasztok, Keti! Ja, már
öt napja már nő vissza, csak ugye nem voltam live-ba. Mizu van. Ez de jó volt amúgy. Már ma ilyen elmebeteg dolgok vannak benne, de adtam a sztorit. Mi újság, Julcsi meg Szketi, hogy vagytok? Hogy telt a hosszú hétvége nektek? Julcsit azt tudom, dolgoztál Szketi, vagy neked volt azért pihenő? Én tegnap dolgoztam meg ma reggel, de azért pont 15-én el tudtunk utazni a családhoz, úgyhogy jó volt, feltöltött. Jó, ez most fura volt, de túl vagyunk a kukákon. Itt mit lehet venni a nénitől? Daisy, mit adsz? Hát, mindenből jön egyet. Nem tudom, mikre jó, mire lesz ez jó, de megveszem. Szerencsére nagyon sok pénzem van, úgyhogy ezzel itt nincs hiány. Ó, de jó autó, ez kell nekem. Na, túlórázom a kitartást. Lehet, hogy ez a Firefly okozza amúgy az összes ilyen képzelgésünket. Közben, aki még nem tette, YouTube-on nyomjon egy like-ot, TikTokon folyamatosan tudjátok nyomni. Köszi, köszi. Már 6200-nál tartunk. Nya! Azt hiszem véget ért egy fő sztori rész. Hát gondolom, de ez a baj, szerintem a telóm se bírná már. Nekem bőven bírja a Star élt a teló. Még jobban fut rajta, mint a Genshin, de azért végül is azt is aránylag bírja. Ja, ilyen bilincsfánkot is tudunk csinálni. Hát mondjuk mindet ne költsük el, csináljunk egy ennyit. Á, jó van, én majd másfelé megyek Szketi, de azt live-ban most nem mondom el, mert majd csak ősszel mikor váltok. De már tanulok rá. Addig titok. Amúgy valahogy szukróz nem létezne Genshinben, már nem játszanék, nagyon hasznos. Sokan szeretik szukrózt, meg sokan is használják. Nekem nagyim is csinált régen szukrós palacsintát, nagyon finom volt. Jó. Egy ismeretlen idegennel írogatunk, ez veszélyes. Csak úgy halkan jegyzem meg. Na! Most már ez, itt is megcsináltunk valamit. Nagyon jó, beklémeljük. Madarakat nem találtuk meg a tizet, csak kettőt, az szomorú. Hova szabad ez már megint? Genshinben végre megvan 3 karim 90-es szintű, fegyverek is 90-esek. Na, az szépen haladtál, gratu. És minek a saját fegyója van, hogy viseltél fegyókra, vagy pedig csak amit legjobban praktikus. Na, segítséget kér az óra. Ütött az órád, mondhatnátok. Vagy ütődött. Kloki. TikTok, az TikTok te! Most legyünk az órával, a kis ördögöst azt adtam. És most az órát kell követnünk. Monának van egyedül 5 csillagos, hálisan adott a Wish egy jót, kritrétes. Na, az tök jó. A gangster boss ott van, akit hallottunk. Lázadnak a gangsterek. Majd a Heron szétcsap köztük. Nagyon supportmániás vagyok, amúgy 3 support van a party setupomba. Az kemény. És jól működik? ...103%-os a crit rétes, crit damage 65, az jól hangzik. Én inkább nem sorolom hány 90-es szintű karakterem van Genshin. Annyira jól állsz Genshinbe? Az igen.
Működik, mert erősítik egymást Noel híre. Jó, Noel az egy OP cucc. Gangster úr! Hogy beszélsz? Ordibál velünk. Jaj, neki kellett valamit az órával? Óra emótokat kell használni? Legyen ez. Ott a madár! Nem tetszett a bossnak az ötletem. Mondtam, hogy itt valami ilyen maffia dolog van. Jó teszed, Sketi. Te szomorúvá tetted? Zotkun, hát ez ilyen random választás volt. És arra hogy reagált? Ütött az óra, hallom a háttérbe. Na, de az tök jó, Júcsi. Klokkeboy! Ki akarom venni a madarat, mert most láttam a háttérbe. Mit játszol épp, Sketi Genshin-t? Random átsétáló NPC, kötelezően. Aha. Most már még ez a klokkos cucc is bejött. Hol volt a madár? Láttam a háttérbe. Egyrészt itt van egy ilyen matrica. Misa. Ott van. Ez több madár. Ah, megvagy. Na, ezt is megtaláltuk. Ahol látom, a golyóba kell tovább mennünk. Megnyitjuk a donét esőt. Ott van! Na, ezt hiányoltam én, hogy nagyon kevés madarat vettem észre. Legtöbb akkor ilyen szemetesbe van. Szia Emma, hogy vagy, hogy telt a hosszú hétvége? Bizú. Tollakat kell figyelni. Nincs toll. Aha, ide kell bejönni, és akkor itt újra beállítani, hogy hova megyünk. Ez így jónak tűnt. Igen. Ott a madár a távcsőbe! Most már kiszúrom, gyerekek. Egyből kiszúrok a madarakkal. Lement a izébe. Na, itt a karakter, akire nyitottunk. Nye, én is így fogok besétálni a munkahelyre. Nem jó napot kívánok, hanem bejövök. Nye. Oké, nyugi. Egy picivel magasabb a srác, vagy ő nagyon alacsony. Így a kettőből ítélve. Nem túl magas a supporter choicing. Ott a háttérben a donate bagoly.
Itt elpárbeszédeznek, addig nyomnom se kell. Megállapítom, hogy chipről beszélnek, és nem a chipsről, amit megeszel. Kizárásos alapon. Arigato! Most, hogy végignéztük őket. Anna, szia! Köszönöm a 15 hónapot! Sziasztok! Csak most vettem észre, köszi Dév a tagságot. Tőlem kaptad a 10 ingyenes tagságból, amit be lehet dobni YouTube-on. Gelsően farmolom mindent, ismert csóró vagyok, minden fejlesztésre öltem. Hát ez ilyen. Akkor jó farmolást. Na, egyből itt egy ládikó. Ott van Golden Hour. Ezt meg kéne, ja nem, azzal visszamegyek ugyanoda, és akkor itt megyünk tovább. Aha. Mi újság, Anna? Hogy telt a hosszú hétvége? Mizu van? Mármint, hogy veled is kommunikáltam, de hogy vagy amúgy? Hogy telik a ma? G betűt írt. Nézd már a nagy zöld madár! Ah, sikerült a cucc, mert mondtad, hogy hétfőn lesz valamit, most ugrik be Anna. Szketi, köszönöm a 19 hónapot. Köszönöm szépen, jól esik. Claudia, te kis liptai Claudia. Igen. Valaki énekel. Vagy nem most hétfőt írtad, Anna? Rosszul emlékszek? Várjál, még ott is van törnivaló. Itt nagyon körbenézünk. Ja, itt megint ilyen mafiózók lesznek. Jó van, menjünk vissza. Jól sikerült, örülök neki, akkor csak jól emlékeztem én. Ez meg itt mit csinál? Milyen energiád van, papa? Híja a pókembert. Izzik a keze. Majd arra kell mennünk. De előtte ide is felnézünk. Ott vannak a madarak! Na, majd pénteken mesélj, Mizu von. Szurkolok neked, Anna. Mindenki akkor tudja meg a felvételit, vagy csak ti? Annak is, a csajnak is valami zöld energia van a kezébe. Ez meg itt alszik. Aranyfejű csávó. Ennek is tudunk valahogy reagálni, legyünk happy-k. Uh-oh. Hát alapvetően sztoris játék. De tényleg tudod fejleszteni a karaktereket, meg minden. Ja, hogy velük is kéne így óráztatni. Neki legyünk szomorúak. Nem tudom, miben befolyásolja a dolgokat. Neki meg dühösek leszünk, mert az még nem voltunk.
Mondjuk nem sok reakció van az arcukra írva, de kaptunk tokeneket, azért megéri. Csak a tokenért. Na. Majd most talán kiderül, hogy mi az a zöld cucca kezükön. Ott van szemben egy nagy hotel. Aha. Aha, át kell engedjen a Beastie Boy. Várjál. Én jól vagyok, köszönöm szépen. Fel vagyok töltődve, meg ma pihentem is munka után, úgyhogy minden fajn. Aha, őrzi a kutya. A kutya mindenit. Valamit neki kell csinálnunk. Provokálnunk kell. Legyünk szomorúak. Eltaláltuk, hogy ide pont a szomorú kellett. Akkor ez az első, amit eltaláltunk lényegében. Szegény! De itt hát, ha átenged. Így megsajnáltatjuk magunkat. Most azt mondom, legyél happy. Akkor most röhögő görcsöt kapott. Mi irányítjuk az érzelmeit, oké. Így már jó lesz, hagyj röhögjön. Ah, nem, nem enged át a kutya. És a szomorú volt, és ugye a kutya nem enged át, ha szomorún hagyom ott. Legyél megint szomorú? Ja, azt már elnyomtuk. Ezt meg nem tudjuk. Meg a dühöset tudjuk. Ez nem biztos, hogy jó. Aha, harc. Easy. Vigyázzat, a kutya harap. Az a dühös óra tévé, kedvenceim közé tartozik. Azaz darabokra törtem, mint a szívem. A jég jó ellene. Másikra meg a zöld kellene, majd lehet a sampót fel kell erősítsem live-on kívül. Na, híleljünk. Á, kiskutyáknak K.O. lesz. De igen, azért látszik, hogy a kutyákra nem vagyok szuper effektív. Na legalább ez is megvan. Most már reméljük, hogy átenged az úriember. Át, hát. Viszont így láttuk, hogy szükség lenne majd zöldre. Na várjál, itt most oldottunk fel cuccokat. Méghozzá ide egy ilyet. Mit találtunk? Aha. Ide pedig őt. Ugye ide gyűjtöttük a karaktereket. És meg is van a jutalom. Na várjál, ott volt még valami. Egyrészt van achievement. Igen. Ezt beklémelhetjük. És a madarakkal is haladtunk.
Szia, Márk, hogy vagy? Mi újság? Igen, szóval akkor cserélünk. Klára helyére behozzuk egyelőre őt, mert ő is szuper effektív rájuk, meg healer. Mert itt látom, 82-es harc lesz. Na és amúgy kik vannak még pontosan? Mármint ezt hogy érted, Edi? Vagy mire érted a kérdést? Szia, Bence! Ja, ebbe a játékba? Hát alapvetően akiket használok, azok ők. Meg még egy-kettő, majd mindjárt megmutatom. Ezután megmutatom. Mizu Bence, milyen napod volt? Hogy vagy? Sajnos ugye, mivel kihagytam fél évet, van ami nincs, de itt is visszahozzák a karaktereket, amik már voltak bent. Az is felrobban. Az a kis dobókockás sárkányszerűség az jól néz ki. Mert volt egy olyan rész, ahol fel kellett erősítenem őt mindenképp, a szőke gyereket. Napom nem volt a legeslegjobb, de rossz se. Én is jól vagyok, köszönöm, nekem jó volt. Ma pihentem, tegnap a műszak nyugis volt, csak lassan telt, de nem volt vészes, úgyhogy. Meg feltöltött a hosszú hétvége, nem voltunk családnál, nagymamáimnál, meg anyukámnál, úgyhogy most fel vagyok töltődve. Majd nem sokan, meg majd le kell zárjam, mert majd megyek be Jana elé, mert ugye segítek neki csomagot hazahozni, úgyhogy. Meg lehet, hogy beülünk valahova kajálni. Ilyen heti egyszer azért szeretünk úgy enni, hogy ne csak ő főzzen. Nagyon jó főz, meg most is nagyon finom volt a mexikói csirke, és de neki is kell a pihenés. Oké, na, mondtam, hogy megállunk karakterbe mutatogatásra. Tehát, ő van nekem aránylag kifejlesztve, a Natasha 80-as, itt is ki van upgrade-elve, meg fel van húzva, meg maxos. Akkor ugye van az alapkarakterem, őt tűzként használom, van a jég, van a Lucha, őt is használom, amúgy Lacinak hívom. Serval, Dunhang, Silver Wolf, Szelét is sokat használtam. Shampoo most már, hogy maxos, majd őt fel kell turbozzuk. Yukong van, Hookot néha használom, aztán szinte sose, Bajlut se, Yinkuant őt sokszor, Március 7-ét néha-néha, Pelát nagyon ritkán, Susangot is ritkán, Veltet szinte semmikor, Tingyunt nagyon ritkán, őt sose, Fusuant se nagyon használtam, Hertát se, Arlant néha, őt most szereztük meg, tehát még nem, őt is most szereztük meg, így őt se, és Bronyát, őt az előző live-ban nyitottuk ki, és a rációt, meg azt se tudtam, hogy van. Így nagyon gyorsan végigmenve a dolgokon. Itt szépen gyűjtjük a cuclikat. Úgyhogy ezt meg megvesszük. Így most végigmutattam. Ja, itt meg főleg csak ilyen sárkányok vannak, hát erre nem szuper effektív ez a támadásom. De legalább visszatöltök életet. Azért itt már sebeznek 80 fölötti szinten, nem is picit. A napi egy szívlejengemet beküldöm. Ha van egy koinotok, dobjatok ilyen szívlejengemet. Most ön csak hamburger lakoma. Nya.
Amúgy még ezek mindig jobb ellenfelek, mint amikor a visszatérő sárkányok voltak. Már összegyűjtöttél 50 vist, hát azzal már lehet mit kezdeni Villő amúgy. Ezek jó erősek, ezek a dobókocka, kidobókocka sárkányok. Bam. Meg jó, hogy az egyikre szuper effektív a sárga képesség. Na most például én is két healert használok így ebbe a csapatba. Visszatérve arra Villa, hogy te három supportot. Én szeretem a dupla healer csapatot. Sokszor kihúztak a szarból. De most én fix nem szedek ki semmit, fejlesztem előbb, ami van, nem akarok újra kezdeni. Megértem. Teljes mértékben. Hát itt már luk van, itt tovább tudunk szállni valószínű ezzel a madárral. Ó, a madár nyitja meg a helyszíneket, aha. Hú, jó, bonyolódnak a dolgok. Hallod ilyen nézetből a játék amúgy így Mirátró? Oké, ott egy láda. Következő. Lett egy achievementünk. Ú, ott lesz valami nagy boss, látom a minimapon. Várj, itt el tudunk arra menni, ugye, a madárral. De a madár előtt... Ezt megpróbáljam legyőzni, gyerekek? Próbáljuk meg, én azt mondom. Ott látjátok, ilyen 4-5 őr őrzi azt a ládát. Te jó ég! Ő hirtelen sok ellenséget látok! Ezek viszont nagyon sebeznek. Ajajajajaj, baj van! Ide kellene egy dupla életvisszatöltés. Csak legyen időm támadni. Még jó, hogy az egyiket lefagyasztom. Ígyni. Deját akarom nagyon fejleszteni most, de azért folyton a sivatagba kell járni, én meg utálom. Van pedig annál rosszabb rész is a Genshinben, mint a sivatag, de hát kinek mi? Nem, meg ne üld a jeget! Te jó ég, itt nagyon hajszálakon táncolunk, lehet, hogy ezt még nem fogom tudni legyőzni. Tehát egyelőre nem az ő életük fogy, hanem én küzdök, hogy ne pusztuljunk meg. Ezekkel a robbantásokkal, tömegsebzés. Nagyon jó tettem, hogy dupla healerrel vagyunk. Hát nem tudom, meg lesz-e. Ha leütik az egyik healert, akkor baj van. Jó, töltögetek. Ez olyan, mint a jó kocsmáros. Mielőtt elfogyna, már akkor tölt. Biztos, hogy lesz rosszabb, de egyelőre szeretnék amiatt rinyálni, ami most van, igaz? Megengedem, hogy rinyálj, Villő. Te minden jogod megvan hozzá, én megengedem. Ez az a platform, ahol meg is hallgatlak. Legalább egyet ki kéne ütni. Jó. Hú. Hát messze nem állok a helyzet magaslatán. Lehet, hogy ezt még kár volt kihívnom. Meglátjuk. Meg se érzi a tévé, hogy bántom. Ezt viszont én érzem. Mindjárt meghalok.
Bárhogy végződik ez a meccs, ez lesz a záró mára. Az a baj, hogy leszívja az energiát, mielőtt ultizni tudnék. Azért nem tudok ultizni, pedig már úgy készítem az ujjamat a 4-esre meg az 1-esre. Mi az tévének a felét levittük kb. 5 perc alatt, hallod, mint hogyha boss fightolnék. Jó, mondjuk nyilván azért őrzik a nagy ládát, nem viccből. Csak kicsit viccnek érzem, hogy ennyire nem tudom levinni. Igen, mind a két healert nagyon fejlesztettem, de hajszálon múlik, látod? A két healerre mentem rá az elején, hogy meglegyenek, és hogy azoknak a cuccaira gyűjtöttem, rengeteget farmoltam rájuk. Jaj, de jó. De jól esik a dicséret, köszönöm. Csak hát így lehet, hogy fél órát itt ülünk, és nem haladunk előre, de... Annyira nehezen viszi le azt a tévét, nem is értem, lehet a kutyákat kéne először. Miért robbant ez ennyit? Pedig annyira a tévére mentünk rá, most már azt vigyük le. Hát csak így nézem, hogy max HP-tól fel mindenkit egy healer, még csak nem is ulti. Ja nem, ezek csak a simák, ultizni még nem volt időm ebbe a meccsbe. Igen, ultival nyilván visszanyomom maxra kb. Az összeset. De így is aránylag elboldogulunk. Csak ez most rossz, hogy mind berobban, mert mindjárt meghal a jeges csávom. Én sem vagyok a legjobb. Csak nyilván a healerekre azért feküdtem rá az elején, mert mondtam, hogy az aranyat fog érni. Volt egy nagy boss fight, ami igaz, hogy felgyorsítva raktam fel a szem. Szerintem egy órán át így harcolgattam, de meglett. Remélem ez nem olyan lesz, mert nekem legkésőbb 10 perc múlva el kell induljak itthonról. Nem számoltam ezzel, hogy ez ekkora harc lesz. Hát vagy ők nyírnak ki, vagy nálam történik valami nagy fordulat. De reméljük a legjobbakat. Most ez baj. Mindjárt meghal az egyik tévé, azt öljük már meg. Mennyi élete van ennek a retek tévének, gyerekek? Megvan az új utált ellenfelem. Ez a csapat. Már csak egy hajszál! Utána majd csak leszedjük a többit. Legalábbis remélem. Ultizni meg addig nem fogok, amíg van a tévé, mert az leszedi állandóan a csíkom. Minden széllyel verek, a futkározok, meg ugrálhatok, közben nagyon jól tudok kerülni minden, meg utálom az enemy mozdulatait, de Firestyle nem megy. Hát van ilyen. Végre meghal a tévé! Vagy nem? Még mindig van egy hajszál élete, nem hiszem el, gyerekek. Ajaj. Végre! Jöhet egy GG, legyomtam a tévét, az első. Hála a healereknek. Jöhet a következő televízió. Na most már kicsit máshogy sebeződnek a dolgok. Hű, megölték! Bajba vagyunk, ez bukta lesz. Onnantól, hogy a jeges megölték, ez K.O.
Na végre amúgy lett egy ultim. Na az ultik legalább töltődnek. Köszönöm szépen JCO a követést. Vagy Jocó. Jó, a kutyát azt lehet hamarabb leszedjük. Csak ne töltődne mindig vissza a páncéljuk, akkor nem lenne gond amúgy. De itt, hogy kinyírták az egyik harcoson pont a fagyasztóst, ennek nem örülök. Szia Gergő, Honkai Sztárél a játék neve, mindjárt beírom neked. Telefonra is ingyenes, meg PC-re is. Storys játék amúgy, csak most épp egy hosszú, nagy láda harcot láttok. Így. Yeah! Végre tölt a páncél. És egy is lett az ulti. Vagy ennek az ultija meg ilyen vámpírszerű, hogy leszedi az ellenfél életét, és magamba töltöm. A sárgának, a Lacinak. Plusz látod, lefogtam, hogy nem tud támadni az egyik. Hát amúgy ez még kb. Bármi lehet. Storys játék. Van egy nagyon hosszú összetett történet, ez meg már nagyon a... Hosszú, mit tudom én, majdnem századik live. Úgyhogy így nehéz lenne összefoglalni, Gergő. Olyan, mint a Genshin Impact, csak más a sztori. Meg, mint látod, más a harcrendszer. Most meg már lassan negyed órája szenvedünk a harccal. Már csak a tévé van? Ja nem, már pedig kezdtem örülni. Az a baj, hogy mennem kell itthonról, lehet, hogy lassan elkezdek öltözni kabát, minden addig meg ezek itt hagy harcolgassanak. Ja, az egyik kutyának most tört a páncélja, most jöhet az ulti. Legközelebb valaki jelezze nekem, hogy ez ilyen hosszú harc. Szia, Es, még csak beköszönök. Oké, utána én meg nem leszek, Es, mert utána én megyek mindjárt be a városba. De hát örülök, hogy beköszöntél. Most már remélhetőleg kinyírjuk ezt a csapatot, legalábbis nagyon bízok benne. Ha lehozom, akkor ez nagyon szép lesz, ahhoz képest, ahogy neki estünk. Hát ezután a boss fightre azt mondom, Villa, hogy feljebb kell tuningolni a harcoló emberkéimet, mert az egy dolog, hogy van jó védelmem. De ajánlom, hogy jó legyen az a láda, mindjárt megvan a kutya. Onnan már könnyebb, hogyha fogynak. Csak visszament a shieldje. Nem akarja könnyen adni magát. Ez az, meghalt a kutya. Jó, maradt a két tévé, meg az egy kutya. Szóval ez igazából vannak nagyon hosszú harcok, tehát bőven volt olyan, hogy mondom, egy órás harcom volt. Hát itt is, hogyha szuper effektív lenne, csak pont kinyírta ugye a kéket. Hát itt az ultik tudnak maximum nagyon segíteni most már. Vagy mondjuk, ha nem a tévét támadnánk. De legalább amikor robban a tévé, fogyna az élete, azt úgy adnám.
Hát nem gondoltam, hogy ez ilyen nehéz lesz és hosszú. Jó, tört a páncél. Mehet a támadás. De hát kb. Meg se érzi. Az a baj, hogy nem állhatok felkészülődni, mert akkor meg ha nem nyomom a healt, akkor megdöglik a csapat. Igazából az kellene, hogy a sárgának töltődjön fel az ultia, azzal tudnék mit kezdeni. A Lacinak. De az nem nagyon töltődik. Levette az feltöltött ultit, haló? Igen, szívja az energiát rendesen a tévé. Hát mondjuk a valóságban is. Mindjárt megvan a szélső tévé, áll se hiszem. Janának meg majd megmondjuk, hogy ez Honkai Star Rail televíziói miatt kések. Most már ezt befejezzük, ezt nem akarom még egyszer. Na mehet a gyorsan a nagy heal. Megvan a tévé, azt hiszem meghalt, ugye jól láttam. Nem, még él. Most fog meghalni. Még egy hajszálon ott csüng. Ez az! Jöhet a következő GG gyerekek, az a tévé is kiesett, ha minden igaz. Vagy még mindig él, ne csesszetek már fel. De, egy hajszállal él, nem, ez a játék szemét. Most már pusztuljon már. Ez már több, mint idegörlő. Na ott az ultim. Na most annak már tuti, hogy kampó. Jó, most már csak ketten vannak, holnap amúgy kora délután Stumble Guys-ozni fogunk, utána pedig azt hiszem, hogy Star Stable Online lesz, hogyha minden igaz. Csak hogy tudjátok, hogy mi várható holnap. Ilyenkor már el szoktam árulni. Most már vagy a kutya, vagy a másik tévé pusztul, onnan már easy, mert akkor már csak egyet támadnak végig, nem össze-vissza. Hát srácok, ez nagy szó lesz, hogy meg lesz. Mármint, hogy remélem, hogy tényleg jó láda, hogyha ennyire védik. Nem számoltam rá, hogy ez ennyire erős küzdelem lesz. Mondjuk gondolhattam volna, ha öt oldalról védték. Jó, mindjárt megvan a kutya. Fele már megvan. Jó, lefogtuk a tévét. Igazából mindkettőt félig levittük. Jöhetnek az ultik. Na, bebizonyítottam, hogy nem mindig az erő a lényeg, hanem a dupla healerrel is tudtok nyerni. Csak retek sokáig tart a mérkőzés. Mármint, hogy azért most már remélem, hogy innen nem fordítják meg a meccset. Bár tudnak kritelni, tehát bekaphatok egy olyan kritet, hogy belehaljak, de azért csalódott lennék. Most már fájna, ha most innen buknám el. Ott az ultim. Visszahozzák a Lacit banneren, azonnal rá kell menjek, hogy őt még fejlesszük tovább, mert nagyon erős.
hasznos tud lenni. Rá kell majd warpolni. Ez az! Már csak egy tévé van! El se hiszem. És már idegben van a televízió. A kukák ehhez képest ízik voltak. És majdnem 8000 like lett, srácok, köszönöm szépen. Ez az, tört a shield. Na jöhet még egy ulti. Na még egy dupla ulti. Ja, mindjárt meg vagyunk, ez az, meg lett a Lacinak is az ultia. Fel is fogtuk a tévét, ott lebeg. És nem, ez amikor egy szállal élik túl, erre nem tudok mit mondani. Erre én már nem tudok mit mondani. Hát mi az, hogy még jön egy adag? Jó, elvesztünk gyerekek, azt hittem, hogy megleszünk, viszont ennyi időm már nincsen, bármennyire fájó, ezt le kell állítsam. Így is, most gyakorlatilag kijelentetjük a live végén, full feleslegesen csesztem el 25 percet. Na jó, tanulság, hogy erre erősíteni kell a következő nekifutásig. Lehet ezt live-on kívül csinálom meg, sőt biztos. Ez fájt a szívemnek. Jó van, gyűlt warp is. Egy. Én köszönöm, hogy itt voltatok, srácok. Remélem, hogy attól független jól éreztétek magatokat. Nekem nagyon adta a világ, tetszett is. Aki lemaradt, nézze vissza a live-ot, YouTube-on visszanézhető. És mindenkinek további szép délutánt, holnap pedig dupla live-val találkozunk. Legyetek jók, sziasztok!